Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és tegnap rendezték meg a Six Invitational harmadik, utolsó napját. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, igazán nagy értékelem, remélem tetszik, ha így van, nyomj egy lájkot, like írd írj kommentet, ozd meg, hogy jusson el másokhoz is, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel! Az adás a szokásos intro és Matt Andrews Köszöntése után nem egy meccsel, hanem egy második éves előretekintő panellel indult, aminek a kezdetén egy fejlesztői klipet láttunk, ahogyan értékelik a Siege első évét, és nagyon büszkén jelentettek be egy-két újítást. Világosá tették, hogy valaki minél többet játszik a játékkal, minél többet kap. Éppen ezért bevezetik a lootback amiből személyre szabhatósági tárgyakat nyithatunk ki, de ami nekem a legjobban tetszik benne, hogy nem a te valódi pénzedet akarják ezzel lenyúlni, mint sok más játékban, ahol ládanyítás van, vagy betölpek, és mikrotranzakciók, hanem játékpénzért vásárolhatod meg, de ha jól teljesítesz egy mérkőzésben, akkor ingyen kapsz ilyet. Beszéltek még az új felületről, ami nagyban meg fogja könnyíteni a játékosok életét. Beszéltek aztán még egy kicsit a Pro League helyzetéről, vagyis hogy ilyen téren teljes erővel a PC-re fókuszálnak, viszont Xboxon és PS4-en is bárki versenyezhet a Major League-ben, vagy a hétvégi go A fejlesztők azt szeretnék, hogy még jó pár évig fusson a játék, és növekedjen, ezért minden egy év FPS-nek itt a tiszta üzenet, ez a játék itt fog maradni. Ezután a panel beszélgetős része kezdődött, ahol a termékmenedzserré előléptetett Jen köszöntött minket, és bemutatta három vendégét, a márkaigazgatót, igazgatót, a több játékos módért felelős igazgatót, és a technikai tervezőt. Egy szófelhőt mutattak, amit a második év kapcsán fontosnak tartanak. Ilyen szavak voltak itt, mint játékosok, tartalom, egészséges játék, növekedés, játékidő, jutalmazás, kényelem, matchmaking, hitregisztráció, teljesítmény, kapcsolódás. Büszkén elmondták, hogy minden játszási és nézettségi rekord megdőlt a játékkal kapcsolatban a hétvégén. Mutattak egy grafikont is, ami ezt kiválóan ö, számunkra jelképezte. Arra nem voltak számok írva, de én utána jártam, és az a helyzet, hogy jelenleg naponta majdnem két millió ember játszik a Rainbow Six Siege-el. A második év folyamán egyébként a szokásos nagy DLC-k három havonta jönnek majd, amik új tartalmat hoznak a játékba, a mid-season reinforcements pedig új funkciókat hoznak majd a játékba, és az ilyenekben fogják az egyensúlyozást pontosítani, esetleg a kapcsolódást még gyorsabbá tenni. Bejelentették, hogy egy év múlva ilyenkor megint tartani fognak egy Six invitation ölt ugyanitt Montrealban. Elkezdték az egészséges játék címszót kibontani, amiben nyíltan beszéltek a szerver és kapcsolódási problémákról, emellett a hit regisztrációs gondokról. Elmondták, hogy a matchmaking sokkal gyorsabb lesz, ugyanis a két lépésest most egy egylépésesre leváltották, ahol nem csapatot, majd ellenfelet keres a játékos, hanem egyből meccset. Plusz nagyon sok mindent áttesznek client side-ról server side-ra, így a játékosoknak egymáshoz nem, csak a szerverhez kell majd kapcsolódniuk, így megszűnnek azok a rendkívül hosszú töltésidők, amikor már csak egy embernek nincsen betöltve. Ennek tetejébe bejelentették a hitre kiavítását, ekkor kiabálták páran a nézőtérről, hogy ripcségó, és a csetben is egyre több ilyen megnyilvánulás volt. Most még semmiképpen nem fogja elásni a a Rainbow, de ha szépen lassan minden csémániás rájön, vagy ez a játék gameplay sokkal összetettebb, és most már matchmaking problémák sem lesznek, akkor egy év múlva ilyenkor nem biztos, hogy ennyivel előrébb lesz uh, ismerettség terén a Counter-Strike, mint a Siege. Ezen témán belül egyébként megemlítették, hogy egy nyilvános test-szervert uh, fognak a játékba bevezetni, ami olyasmi lesz, mint a Battlefield 4-ben a Test Range, ahol kipróbálgathatod magadnak a különféle beállításokkal a fegyvereidet, és gyakorolhatsz az éles meccsekre. A Comfort címszó alatt pedig tulajdonképpen tovább hype az új kezdőképernyőt, és hogy matchmaking közben a menüben bármit tudsz csinálni. Aztán jött a nap első mérkőzése, ami az Xboxos világbajnoki döntő volt. A favorit, a francia Vitality nagy meglepetésre 5-0-ás totális verességgel kapott ki, az amerikai elővédtől 2-0-as összesítéssel. Majd jött a Velvet Shell küldetés panel, aminek az első része az új spanyol operátorok gadgetjének bemutatása volt, és pár taktika elmondása. A Super Pop a pankrációs szakzsargonban azt jelenti, amikor hirtelen mindenki felsigít és éljen ez szinte a semmiből. Ez történt akkor, amikor Jackal gadgetjét láthattuk, hiszen eddig valamit titkoltak előlünk a fejlesztők, azt, hogy azon túl, hogy látja az operátorok lábnyomát, attól függően, hogy melyik nemzet tagja, más-más színűek lesznek a lábnyomok, és ha ez nem lenne elég, akkor ha beszkenneli a lábnyomot, fél percig négyszer meg is jelöli a pályán azt az operátort, akinek a lábnyomát beolvasta. Egyébként a gadgetnek nincsen kikapcsolási vagy feltöltési ideje, annyiszor használod, amennyiszer csak szeretnéd, viszont lilás lesz a képernyő, amikor be van kapcsolva, így ha tűzharcban vagy, érdemes kikapcsolni. A lábnyomok nem halványodnak ki, csak 90 másodperc után simán eltűnnek, és ezért nem csak az információ, ha látsz lábnyomot, hanem az is, ha nem, ugyanis az azt jelenti, hogy régóta nem járt arra ellenség. Három ellensúlyt említettek meg ellene, háromszor volt az ellene, semmi gond, Kaveira, aki nem hagy lábnyomot, ha használja a képességét, Newt, akinek a gadgetje közelében katyvasz lesz a szemed előtt, és muszáj vagy kikapcsolni az olvasót. Ugyanez érvényes akkor is, ha egy bendit által áramosított dologhoz érsz. Káváira egyébként nagyon-nagyon durva csapdákat is felállíthat Jackalnek, hiszen bemegy egy szobába úgy, hogy lábnyomokat hagy, kijön úgy, hogy már nem hagy, és mondjuk kameráról ezt kifigyeli, és rip Jackal. Ezek után Miráról kezdtek el beszélni. Szóval az ő a fekete tükör nevet viseli, ami remekül leírja az eszközét. Ha támadóként belenézel, tudod, hogy baj van, vagy lesz. Ugyanis kívülről átláthatatlan és áttörhetetlen, csak hibana vagy termite tudja a fallal együtt kiszakítani, de az egyáltalán nem olyan könnyű, ugyanis itt jön a nagy csavar. Mira Mind a két üveglapját le tudja törni akkor, amikor akarja, sőt a csapattársai is, ugyanúgy, sőt a támadók is, bár az inkább a védőknek rossz, ezzel hirtelen a támadókra lecsaphat. Visszatenni az üveget nyilván nem lehet, ezért jól meg kell fontolni, hogy mikor töröd le. Egyébként az oxigén palack megsemmisítével lehet az ablakot, megsemmisítésével lehet az ablakot kitörni, és jó, hogy nem robban, csak szétnyomja a nyomás az üveget, így nem lesz vele teamkill vagy egyéb bullshit. Mira és Jekyll is a klasszikus ostrom hangulatot akarja visszahozni a játékba, és a roaminget visszaszorítani. Tacsankával egyéb iránt brutáló Pérez Mira, hiszen gondoljatok csak bele, Tacsinak, csak a shieldje fog kilátszani, meg a puskacsöve, ami megvédi ugye a shield ö, a többi részét, pedig a megerősített fal biztosítja. Hashtag Jött a live demo match, amin híres youtuberek, twitch streamerek és rainbow kommentátorok csaptak össze. Az egyik csapatkapitány Serenity, a másik Macy J volt. Az eredmény ötöt lett majd következett a Rainbow Six Siege PC világbajnoki döntő, amiben egy fordulatos és izgalmas meccsen a Continuum 2-1-re verte meg az Era eternity -t. Ez volt tehát a Six Invitational, de az ostrom folytatódik itt a csatornán is, hiszen holnap egy premier adást fogok tartani, amint kijön a spanyol DLC az új operátorokkal, az új pályákkal, az új funkciókkal. Szóval Várok mindenkit sok szeretettel, úgyhogy már csak ezért is érdemes feliratkoznod, ha még nem teted volna meg, és ha tetszett, akkor lájkold ezt a videót, írj kommentet, hozd meg, hogy jusson el másokhoz is, legközelebb pedig Gaming is Fun! És sziasztok!